Holnap nyújthatja be a főváros a periratot a megemelt szolidaritási adó miatt. Idén várhatóan 58, míg jövőre 75 milliárd forintra nő a Budapest által befizetendő összeg, ami 2010-ben még csak 5 milliárd forint volt. A kormány szerint a pénzek a szegényebb településeket segítik. A hozzájárulási terhek növekedését Székesfehérvár fideszes polgármestere is kritizálta. A kollégáim éppen készítik elő annak a pernek az anyagát, amit valószínűleg holnap be is fog nyújtni a bíróságra. A főváros perre megy a megemelt szolidaritási adó miatt. Ez 2018-ban Tarlós István főpolgármestersége alatt 5 milliárd forint volt, 2019-ben 10 milliárd, idén várhatóan 58 milliárd forint lesz. Jövőre pedig a városháza számításai szerint 75 milliárd forint, ami Karácsony Gergely szerint Budapest kivéreztetését jelenti. Mondjuk ebből a pénzből a Lánchidat minden évben négyszer föl lehetne újítani. Ebből a pénzből már rég, az Üllői utat már rég fel lehetne újítani, tízszer. A főváros dilemma előtt áll. Ezzel magyarázta a főpolgármester, hogy újabb úgynevezett lakógyűlésen kéri ki a budapestiek véleményét. Karácsony szerint a megemelt adó a tömegközlekedést is veszélybe sodorhatja. Ahhoz, hogy ez a város működni tudjon, hogy legyenek még terveink, ahhoz nem elég az elszánás, nem elég a csillogó szem, nem elég a politikai elkötelezettség. Pénz nélkül mi se tudunk terveket megvalósítani. Gulyás Gergely áprilisban cáfolta, hogy Budapest megsarcolásáról lenne szó. A kancellária miniszter szerint a szolidaritási hozzájárulás nem a kormányi, hanem a szegényebb településeké. Azt is hozzátette akkor, hogy a főváros anyagi helyzete nem érinti a kormányzati beruházásokat. Attól, hogy a főváros valamilyen okból nagyon sok pénzzel nem tud elszámolni, és azt állítja, hogy fizetési nehézségei lehetnek, attól még a kormányzati beruházásokat ez semmilyen formában nem érinti. Bár a szolidaritás elvével egyetért, Székesfehérvár fideszes vezetője Cserpalkovics András is kritikát fogalmazott meg. Az aránya és a mértéke az már azt gondolom, hogy vitatható. Én magam is mindig azt javasoltam, hogy legyen ez valamennyivel alacsonyabb mértékű. Idejében mi 6,6 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást fizetünk. Mi úgy gondoljuk, de ez egyelőre még számmal nem alátámasztott, inkább becsült érték, hogy ez valahol a 7 milliárd forint körül lesz 2024-re. A gazdagabb önkormányzatokat terhelő szolidaritási adó 30%-kal emelkedhet 2024-ben.